Mesék Matyás királyról. Beatrix királyné tréfája. A budai várpalota kapuja előtt mindig sok panaszos várt bebocsátásra. Azt remélve, hogy Matyás király igazságot tesz ügyes-bajos dolgaikban. Márha itthon volt, és nem éppen például Bécs város alatt csatázott. Igen ám, de két koldús már napok óta ott anyázott a kapuk előtt. Egy szamarvontatta kordén érkeztek. A kordé mellett pedig egy kis csacsi legelészett vidáman. Hiába zavarnák el az őrök, azt mondták, hogy ők bíz egy tapottat sem tágítanak, amíg Matyás meg nem hallgatja panaszukat. Pedig tudták-e, mint törvényt mindenki. A király távol létében senki sem ítélkezhet. Ám ahogy növekedett a két koldús éhsége, úgy fogyatkozott türelmük. Még nem aztán a királynét szólították meg, hogy tenne az ügyükben igazságot. Várakozzatok még néhány napot, jó emberek! Tanácsolta nekik Beatrix királyné. Rövidesen hazaér az én uram, Matyás király. Nem tehetjük, felséges királyné! Fogar a budai nép, igen kevés az alamizsna! Felelt az egyik koldús. Egy-kettőre félkopik így az álunk? Beatrix kénytelen kelletlen beadta a derekát. Álljam hát, mit tehetek értetek? Hallgass meg panaszunkat, felséges asszony, azután tégy igazságot mi közöttünk. Nem lehet, csóvalta a fejét a királyné. Matyás udvarában csak Matyás tehet igazságot. De a koldúsok nem hagyták annyiban. Már pedig nem várhatunk tovább. Ha nincs itthon a király, akkor hallgasson meg minket a királyné. Harag van köztünk, mert emezit magának akarja az én taigám szamacsikóját. Ugyanis a minap arra ébredtem, hogy megfialt a két kerekűm. Ezt a csacsit elletteni. Ott feküdt alatta. Erre a csodára azonban már a királyné is kíváncsi lett. Gyanakvó tekintettel vette szemügyre a szamarcsikót. Nem addig van az, kiáltott haragosan a másik koldús. Mert ha valóban övé a taiga, de a szamar, amelyik azt húzza, az az enyém. Ha kocsi ellette volna, kicsi taigának kellett volna feküdni alatta. De ha a szarazfa sem hajt levelet, hát még a taiga szamar fiat. Mondod te ezt, vén hitetlen! Vetette ellene a másik. Mert nem hiszel a csodákba, hiszen ennél sokkal a különbeket is százalvál mond el a szent írás. Igazad vagyon, hisz láttam magam is jó néhány csodát. Szólt közbe Beatrix királyné. Van például az én uramnak egy tábla földje a Duna partján. Be van az vetve mákkal, de a sok hal nagyon pocsékoltál mákot. Hát az én jó uram, igen megharagudván, kiment a földre, és mind lelődözte a sok halat. A királynő kísérete ezt halván nem bírta tűrtőztetni magát, és hangos kacagásban tört ki. Igazságért jöttem, felséges királyné, nem pedig tréfára, mondta panaszos hangon az első koldús. Ki hallott ma olyat, hogy a ház szarazon pocsékolja a mákot? Te mondod! Nevetett szemébe Beatrix. Pedig olyan igaz ez, mint ahogyan a taigát csacsit ellett. Menjetek hát békével! Azzal intett nekik, és útjukra bocsátotta a békétlenkedőket. Így a taigás kibékült a szamarassal, mert hisz, mit ér a szamar kordé, a kordé meg szamar nélkül. Itt a kár véget is érhetne a történet, csak hogy midőn Matyás hazatért Budára, a királyné rosszakarói megsúgták néki, hogy a Nápolyból hozott királyné beavatkozott az igazságszolgáltatásba. Igen, megharagudott erre Matyás, mert bár feleségét nagyon szerette, az igazságot még jobban. Mag elé rendelte Beatrixot, és szigorú hangon így szólt hozzá. A törvény mindenkit kötelez. Még ma este gyűjtsd össze mindazt a palotában, mi számodra kedves, és holnap reggel már nem is akarlak látni. Azt éppen nem mondhatni, hogy jó kedv uralkodott este a vacsorán. A királyné végeztelen volt, és tulajdonképpen Matyás is bánta már a hirtelen döntést.
De mit van mit tenni? A királyi szó kötelez. Ám de furcsa véget ért a vacsora. A király szeme előtt elhomályosult a világ, és mélységes mély álomba zuhant. Nem tudhatta, hogy a királyné titokban áltatót szúrt a boros kupájába. Reggel még inkább megnövekedett Mátyás nyugtalansága, amikor reggel nem a megszokott helyén ébredt. Beatrix magával vitte őt is a száműzetésbe, és az uralkodóra egy takarosva házikóban virradt az új nap. Hol vagyok? Mi ez? Mi történt velem? Kiáltott kétségbe esetten. Hát, hogy kerültem én ide? Úgy, felséges uram, válaszolt halkhangon a királyné, hogy elhoztalak magammal, hiszen te mondtad, hogy elvihetem magammal mindazt, ami számomra kedves. Hát, én nekem palotád minden kincse közül, te voltál a legkedvesebb. Dehogy haragudott már Mátyás király a feleségére. Megölelte, megcsókolta a királynét, és így szólt. Mától fogva mindig tehetsz igazságot, ha én otthon nem vagyok. Így történt, hogy Mátyás távollétében ezentúl Beatrix királyné ítélkezhetett a nép ügyes-bajos dolgaiban.